A tyúk és a tojás problémája egy paradoxon, ami alatt állítások olyan halmazát értjük, amelyek ellentmondásra vezetnek, vagy a józanésznek ellentmondó következtetés vonható le belőlük. A kérdés első ismert formája nem Szókratésztől, hanem Platón révén kései tanítványának tekinthető Arisztotelésztől származik körülbelül időszámításunk előtt 332-ből. Arisztotelész véleménye szerint a tényleges mindig megelőzi a lehetségest, ezért a tyúk meg kellett, hogy előzze a tojást. Tudósok viszont ezzel a válasszal nem elégedtek meg, ezért összeültek, hogy alaposan átvizsgálják a kérdést. Az alapprobléma ismert. A tyúk tojásához tyúkra van szükség, a tyúk születéséhez viszont tojásra. A válasz nagyban függ attól, hogy ki hogyan értelmezi a kérdést, mert annak ellenére, hogy ilyenkor a tyúk tojásról beszélünk, már a dinoszauruszok is azzal szaporodtak. Az első tyúkig tehát hosszú evolúciós út és rengeteg genetikai mutáció vezetett. Ez azt jelenti, hogy volt az evolúció során egy pont, amikor a mai tyúkoktól már alig különböző, közvetlen ősök utódjának DNS-ében olyan mutáció történt, amely létrehozta a mai tyúkot. Ez DNS vizsgálatok és matematikai szimulációk alapján körülbelül 60 ezer éve történhetett. Egy 2010-es kutatás ugyanakkor arra jutott, hogy mégiscsak a tyúknak kellett előbb lennie, mert a tyúktojás híjának képződésében kulcsszerepet játszik egy olyan fehérje, ami csak a tyúkok szervezetében termelődik. Így tehát logikus, hogy tyúk nélkül nincs tyúktojás, hiszen úgy nem lenne miből létrehozni. Viszont ez csak azokra a tojásokra kell, hogy feltétlenül vonatkozzon, amelyeket tyúkok tojnak, így az első tyúktojást még nem valódi tyúk tojta. Amikor 1856-ban ráakadtak a lelőhelyéről neandervölgyi ősembernek elnevezett első emberi leletre, a megkövült csontvázából arra következtettek, hogy ősünk görnyetten járt, állandóan hajlított érdekkel, és új percei gyakorlatilag a földet csúrolták. Hamarosan, általánosan elfogadottá vált, hogy az ősember prototípusáról beszélünk, azonban a megállapítás teljes mértékben tévhiten alapult. A neandervölgyben elsőként hiánytalanul előkerült csontváz súlyos csont- és ízületi gyulladásban szenvedő emberé volt, ami megmagyarázza deformált testtartását és hajlott hátát. Ahogy ezt a későbbi leletek is igazolták, a neandervölgyiek épp úgy felegyenesedve jártak akár a mai emberek, sőt, koponyájuk agytérfogata valamivel nagyobb volt a miénknél. Elvétve előfordul, hogy őslények hiánytalanul fennmaradnak, mert például az örökké fagyott szibériai talajrétegek egész mamutokat hagytak az utókorra, valamint több millió évvel ezelőtt kihalt rovarok is épségben fennmaradtak megkövült formában. Az esetek többségében azonban a paleontológusok szilánkosra tört, szétszórt és hiányos csontok halmazával találják szembe magukat. Angliában 1822-ben iguanodonnak elnevezett őslény maradványaira bukkantak, mely egyik foga feltűnően hasonlított egy mai gyíkéhoz. De vajon hogyan nézhetett ki a valóságban? Az első feltevések szerint négy lábon járkált akár napjainkban a leguán, majd 20 évnek kellett eltelnie, mire kiderült, hogy óriási, két hátsó lábon járó növényevő dinoszauruszok voltak. A tényre akkor derült fény, mikor Belgium egyik szénbányájának mélyén 23 darab 5 méteres példány került elő, többségük hiánytalan állapotban. Minél több csontból áll egy lelet, és minél inkább szaporodik a leletek száma, annál nagyobb az esély arra, hogy rekonstruálni tudják ezeket az állatokat. Minden egyes maradványt megszámolnak és felcímkéznek, a leleteket gondosan becsomagolják, és gyakran gipszel vagy műanyag habbal vonják be azt. Kicsomagolás után a csontokat pedig egy fémvázon helyezik el, szóval egy igen bonyolult munkáról beszélünk. A szakembereknek a legapróbb rendellenességre is fel kell figyelniük az izmok és inszalagok eredeti rögzítési helyén, majd illeszkedés módjukat mai élőlények a dinoszauruszok esetében hüllők csontvázával kell összehasonlítaniuk, hogy biztosak legyenek benne, a csontok tényleg a helyükre kerültek-e. Egy valami viszont örökre titok marad, mégpedig a dinoszauruszok bőrének színe. Egyedüli támpontot a ma élő hüllőkkel való összehasonlítás nyújtja, mert bőrük rejtőzködéskor szürkésbarna, figyelemfelhíváskor vagy ragadozók elijesztésekor élénk színű, de színváltó is lehetett, akár egy kaméleon. A Föld legritkább ásványa a kiaftuit, mert mindössze egyetlen kristálya ismert, amelyet Myanmarban, a Mogok régióban találtak.
A kő nevét Ukiaftó geológusról kapta, aki megtalálta az ásványt, kémiai képletét bizmut, antimon, oxigén és minimális mennyiségű tantál alkotja. A követ eredetileg viszont drágakőkutatók találták meg Mogok település közelében, Myanmar híres Rubin földjén, amely a Mandalay régió része. A megtalálók nem ismerték fel a kő egyediségét, ezért a nyers követ eladásra bocsátották egy piacon, ahol Ukiaftu meglátta, és azonnal valami különlegest vett észre benne. Bár a követ 2010-ben vásárolta, Myanmarban nehezen tudta volna megerősíteni az egyediségét, ezért együttműködött az Egyesült Államok és a Nemzetközi Ásványtani Szövetség szakértőivel. A követ végül elismerték önálló ásványnak, majd 2016 nyarán hivatalos nevet is kapott. Az 1,6 karát súlyú vöröses narancssárga kő jelenleg a Los Angeles megyei Természettudományi Múzeum tulajdonában van. Ennél nincs egyedibb természetes tárgy a Földön, és ezért az egyedisége miatt nem lehet beárazni sem, bár biztosan akad olyan, aki hajlandó lenne hatalmas összeget fizetni csak azért, hogy magáinak tudhasson valamit, ami egészen biztosan senki másnak nincsen a bolygón. Myanmarban sok drága követ találnak, így nem csoda, hogy a kiaftóit is innen került elő. Amikor az ősi Gondwana szuperkontinens körülbelül 180 millió évvel ezelőtt elkezdett ketté válni, India északra kúszott és összeütközött a mai Dél-Ázsiával. Az ütközés nyomása és hőhatása az ásványok kincses bányáját hozta létre. Innen származik a második legritkább ásvány, a luxus ékszerekhez használt painit is, amit olyan nehéz beszerezni, hogy karátonként akár 60 ezer dollárba is kerülhet. Hogy mi határozza meg az árát, az szubjektív lehet, de minél kevesebb hiba van a kőben, annál jobb. A kiaftói drágakő tehát akkor jöhetett létre, amikor 180 millió évvel ezelőtt egy geológiai kataklizma nyomása és hője az anyagait megismételhetetlen ásványi kristállyá rendezte. A világon nagyjából 2000-en szenvednek abban a gyógyíthatatlan betegségben, melynek következtében az izmok körüli kötőszövetek fokozatosan csonttá alakulnak. A betegség hivatalos nevét a képernyőn olvashatjátok, ami röviden FOP, az ezzel születő emberek először teljesen egészségesnek látszanak. Fejlődésük normális egészen addig, amíg néhány hónapos vagy éves korban valamelyik izom környékén, rendszerint a tarkó alatt, a nyakon vagy a váll alatt egy puha, majd tömötté váló fájdalmatlan dudor jelenik meg. Ez sem összetételében, sem pedig szerkezetében nem különbözik az egészséges csonttól, simán csak rossz helyen és rosszkor nő. A duzzanatok helyén 5-6 hónap múlva valódi csont képződik, a merev csontszövet közé záródó izomrostok és izületek miatt az addig mozgékony tagok pedig teljesen mozdulatlanokká dermednek. Ez a kiszámíthatatlan betegség a nyaktól lefelé és hátulról a hasi oldal felé egyre több izmot bénít meg, és nem mindig azonosítható, hogy mi hoz újabb, az izmok végleges megmerevedésével járó rosszabbodást. A legkisebb sérülés nyomán is beindulhat a csontképződési folyamat, mely valójában egy kisiklott szöveti regeneráció, eredményeképpen nem a kötőszövetek, izmok gyógyulnak, hanem csontok képződnek. A kor 30 éves kor környékén már nagyon erős mozgáskorlátozottsággal jár, a középfül elcsontosodása halláskárosodást, a fejből sérülése kopaszodást, a rágóizmok elcsontosodása pedig szájzárat okoz. Ebben a betegségben szenvedő emberek várható átlagéletkora körülbelül 40 év, haláluk rendszerint a táplálékhiány, tüdőgyulladás, illetve a tüdő körüli kötőszövet csontosodás miatt következik be. Az FOP diagnosztizálását nehezíti, hogy rendkívül ritka betegség, és az orvosok a dudorokat rendszerint daganatnak vagy nyirokcsomó duzzanatnak vélik, fertőzésre vagy autoimmun folyamatra gyanakszanak. A szövettani minták és a laborvizsgálatok eredményei azonban ezt nem támasztják alá, ezért további vizsgálatokat végeznek, de az azokkal járó beavatkozások és az általuk okozott sérülések nyomán a betegség csak súlyosbodik, és újabb dudorok jelennek meg. Már többször is megtörtént, hogy mivel a duzzanatot csontdaganatnak hitték, a beteg életét műtéttel, illetve amputációval tették még nehezebbé. Az operáció után a csont visszanőtt, és a betegség még jobban eldurvult. Az FOP legismertebb áldozata Harry Raymond Eastlake volt, aki 1933-ban született Philadelphiában, és 1973-ban, 6 nappal a 40. születésnapja előtt halt meg tüdőgyulladásban. Izmai 10 éves korában kezdtek szépen lassan elcsontosodni, és végül már csak állni vagy feküdni tudott.
Szája nyithatatlanná vált, csak ajkai maradtak mozgathatók. Sokat segít azoknak, akik többet akarnak tudni a betegségről, ugyanis még életében felajánlotta a csontvázát kutatási célokra.